Integessek majd neked? Messziről? Integesse, igen, az jó. Olyan jól néz ki. Vagy a malacki nem látszódik? Igen, igen, látszódik. Jaj, nagyon zsír. Nagyon szép. Nagyon szép malac vagy. Te vagy a legszebb mangalica a világon. Köszönöm szépen. Sziasztok, ti 7000-en, úristen! Újabb alkalom következett el, hogy megköszönjek minden letöltést, feliratkozást, hozzászólást, támogatást, de főleg támadást. Erre a külön kiadásra azt gondoltam, hogy valami érdekesebb, valami különlegesebb darálót fogok majd feltölteni. Egészen pontosan arról van szó, hogy Csabi Nyóval végigjátszok egy pályát. Ez végül is sikerült is, tehát csak a végére értünk egy pályának. A poén az volt, hogy hát az elején nem tudtuk, hogy milyen hosszú, és kiderült, hogy nagyon hosszú, úgyhogy a videó hossza is nagyon különleges, még sosem volt ilyen hosszú videóm. Ráadásul útközben azt is észrevettem, hogy sajnos ezt a pályát már James is megkapta, hát igen, így egy kicsit kopott a különlegességéből, de szerintem azért így is élvezhető lesz. De nem is húzom tovább a szót, élvezzétek ezt a film hosszúságú videót. Sziasztok! Daráló különkiadás 7000 feliratkozó alkalmából. Velem van egy disznó is. Sziasztok! Sziasztok! Várjunk csak, nem félsz, én oroszlán vagyok, te meg disznó, érted? Nem, mert én megeszlek. Hogy mindenevő, oké. Okay. Így van. És ezt a pályát választottuk ki, véletlenszerűen ez lett a szerencsés. Szapka pályája, művészi problémák. Művészi problémák? Művészi problémák, szép színesen írva a listába. Jó. És most elvileg jó helyen vagyunk, itt is minden színes. Hol a harágba kezdem a táblát? Hát nem tudom, fogalmam nincs, melyik az első. Az a baj, nincs megszámozva. De jó. Én is keresem. Festő, ez egy festő például. Lehet ez egy festő? Könyv van, ebben a ládában a tollakat és a talizmánokat is teheted. Mi van? Várja, keressük meg az elejét szerintem. Ötödik kék szint, jó, ez az ötödik szint. Itt van egy gomba, ami mindent beállít, nézd csak. Azt írja. Hajrá. Hát te nyomd meg. Én? És ha megöl? Azért. Az ó, igen. Csomó mindent beállított. Itt, nézd csak, itt találtam egy csapóajtót, ahol nincs semmi, és a belsek nem tudok kijönni. Akkor menj be. Ja, ugye saladot kell majd bedobni. Jó, oda le van írva, csak nem olvastam. Hegymászás. Mi van? Ah, megvan, megvan. Könyvekre van írva. És én olvassam el. Csak kidobtam egyet. Nál van a szabályok. Ne üss ki, rak le semmilyen blokkot. Jegyezd meg. Könyves okay. Polcot kiüthetsz, lerakhatsz. Oké. Okay. Mi volt az első? Ne rakjak le blokkot. Nem. Ne üss ki, rak le semmilyen blokkot. Hát igen, igen. Jó, jó, jó. Ne használj parancsokat, kivéve időjárás, stb. Effekt. Effektet is lehet használni. Melyik a 16-os? Fogalmam nincs. Á, se tudod. Nem. Békés módban játsz. Azt beállíthatod, azt hiszem nem abban vagyunk. Vagy átállítottad? Én nem, de várjál, mindjárt megnézem. Nehézen vagyunk. Hát akkor most békés. Át van állítva. A feladatokat a pirostól kezdve a fehérre befejezve csináld. Ez is megvan. Figyelj a feladatra, gyűjtsd a tollat, az a pont. Ne nézz bele az adagolókba. Hoppá. Az már csalásnak számítana, gondolom. Cserélhetsz, ja. Van néhány hely, ahol nincs biztonsági vezeték, ott légy becsületes. Biztonsági... El a... Mi? Micsoda a biztonsági vezeték? Az micsoda? Nem tudom. Majd rájövünk. Olvasd el a történetet, a tűz is blokk. Igen, mert tüzet ki szokták ütni azért. Igen, igen. Jobb oldalon a meganta. Az mi? Magenta. Hát a gondolom a lila. Feladatnál magenta egyébként. Ja, hogy el van írva. Én ja. Nem tudom olvasni, az a baj, szóval... Ja, igen. Egy gomb, ami mindent beállít. Ja, azt megnyomtuk, igen. Mivel a 13 egy balszerencsés szám,
Mielőtt megnyomod, ha mindennel kész vagy, gombot vedd ki a ládába, raktad a festéket és a tollakat. Csoda! Ezt most még egyszer. Pedig én olvasom. Mielőtt megnyomod, ha mindennel kész vagy, gombot vedd ki, ha a ládába raktad a festéket és a és tollakat. Érted? Hát hogy szerintem értem az értelmét, csak jó, majd magyarázzál nekem is. Utóirat a smaragdhoz csak smaragdot rakj, szeresd a fekete bárányt és öld meg Lunát. Jézus. Hú, ez a könyvet tarts kéznél, ez még fog kelleni, úgy érzem. Ez biztos. És a következő könyv ez mi? Az Csabusának is... MK. Meddig küldetések Csabusának. Old meg a piros feladatot hiba nélkül. Ha kiderül, bónuszrészt csináltál meg, de az ajtó nem nyílt ki, nem számít hibának. Találd meg és idézd le a rejtett kutyát, csak kutya névvel. Dobd a lávába az egyetlen nyalókádat. Nézd meg a pályát felülről. Oké. Oké, okay, érdekes feladat. Na. Köszönet. Még van. Köszönöm a Hogyan írjuk színesen videódat, különben nem lenne színes a pálya. Szívesen. Köszönöm a sajtot, szívesen. Köszönöm a klónozóriumodat, használtam a pályán. Bocsi, ha ez baj. Gondolom, hogy te a klónozóriumot parancsblokkal csináltad meg, én memóriával, dugattyúval és töltsérrel. Ha te is így, hidd el, nem tudtam róla. Jó, nem, én sokkal jobban csináltam meg. Becsületesség. Ez a könyv címe. Valamit mindig kifelejtek. Csabi nyom mindig csal, és egyébként nagyon ronda a skinje. Ez nem is igaz, nincs is leírva. Nem, tényleg nincs leírva. Hú, de szemét vagy. Hát úgy tudtam. Esküdj meg, nem csalsz, nem használsz csalást, nem használod a kreatív módot, nem játszol ezen a pályán Csabinyóval, nem eszel sajtot, nem veszed ki a feladat megoldása, nálkül a potit. Hát gyerekek, akkor én megyek így, szerintem velem nem játszod a csavúsa, úgyhogy köszönöm szervered. Szépen a izét, meg mindent, és akkor hát majd akkor hello. Na jó, van még könyved nálad, vagy már nincs? Nincs. Nálam van egy történetkönyv, hogy mi ez. Azt elolvastad, eleget olvastam. Jó, történet, csomó százalék jel. Ez a díszítés. A festő elveszítette a festékeit, így nem tud képeket festeni. Téged bízott Egg a feladattal, hogy elindulj és visszaszerez neki a festékeket. Viszont a festékek a folyósók végére kerültek, és csak próbák kiállásával szerezheted meg őket. Nézd meg, de megijesztettél. Nézd meg te is. Elvesztett a festékét, igen. Miért nézem meg? Hát, hogy ő majd a videóban úgy jó fog kinézni, hogy te is látod, amit én. Ja. Pirosról kell indulni? És a pirostól a fehérig. Na, akkor menjünk. Itt a piros. Amúgy meg tök jó meg van csinálva ez az elválasztás. Én nekem ez tetszik, mert látod? Mert hogy tudod, melyik ajtóhoz vezet, és akkor így még színessé is teszi ezt a kis termet. Szerintem ez egy jó megoldás. Na szóval, piros, szint, vörös, kő. Hát parancsolj. Én csak a hölgyek után megyek. Kösz. Labirintus? Készen állsz a vörös kő kőzésre? Vörös kő... Mi? Vörös kőzésre. Igen, csak amikor csinálta, nem volt hosszú, vagy nem tudom. Akkor rajta a pályákon lesznek bónusz részek is. Első szint, melyik a helyes? Vörös kőszabályok, megoldás egy. Jó, hát a megoldásra csak nem lesz szükség. Ja, és a kar, az csak kéne. Csak a kőblokkra rakhatod le. Csak azt ütheted ki, ami kőblokkon van. A könyves polcot itt is kiütheted. A megoldást végső esetben használd, jó. Csabi, nálam van egy kar, kivettem a ládából, de szerintem ezt te használd, mert amit látom, ez ott van, eldobtam. Mert ez ilyen redstone-os cucc. Aha, a középsőre rakd. Középsőre? Tegyem rá? Aha. Milyen középső? Ja, igen. Három van, csak az egyik takarásban, azaz. Kinyílt, jó. Zsír. Igen. És ha nem arra megyek, akkor mi van? Ne trollkodj. Ez állítja be az estést. Ja, ilyen spawn point. Jó, hát azt tudjuk parancsból is. Második szint. Jutasd a tégla blokkot az arany blokkra. Ne lépjek rá én is, mi? Vagy mi van? Aha. Jó, én láttam, nem baj, majd lesz olyan, amit te is látni fogsz.
Ott arra ugorj rá, ami pont szemben van veled. Másik. Erre? Igen, nekem meg erre kell. Ó! Oh. Nagyon jó. Igen, kőblokkom van. Mi van? Ja, hogy ezek a repeaterek gondolom kőblokkon vannak, azt akarja jelenteni, hogy kiüthessük. Ja, aha. Aktiváld a kart a jelismétlőnél, a kapott jelismétlőt helyezd le a második irányban álló jelismétlő mellé, én se értem, pedig tudok resztonozni az első pár mintájára. Húzd meg ott is a kart, üsd ki az első pár jelismétlőt, helyezd el a harmadik... Sok! Hallod, még jó, hogy nem nekem küldtek ilyen pályát. Hát igen. De hát ezt neked meg illő tudni, mert ha nem, az elég ciki. Hát is fogom, és így a saját logikám szerint megcsinálom. Tudod? Jó. Na lássuk. És ezt ki lehet ütni, mi? Aha, menő. Vagyok olyan gyors? Áh! Nem sokan múlt, most mi? És azok a karok, azok mik? De nem vagyok elég gyors. De egyébként... Jó. Hát igen. Hát az a lényeg, hogy ha itt jelet küldök neki oldalról, akkor úgy marad. Meddig tudom legmesszebb elvinni eddig. Tehát hogyha most itt oldalról a karról jelet kap, akkor ez úgy fog maradni, látod? Aha. Aha. Ez az. Yeah. Na látod, erre én az életben rá nem jöttem volna, mert igen, ezt igen, is igen, tudtam. Igen. Ez a baj ezek a redstone rejtvényekkel, nem javasolt ilyeneket berakni, mert nem sokan ismerik. Csak elrontja az ember kedvét, vagy te, hogy érezted magad a mostani próbákon? Eddig végül is nem volt rossz, meg úgy tetszik, hogy színes minden. Meg hogy megoldották helyetted, mi? Hát igen, mondjuk a redstone az nekem nem lett volna jó, az biztos. Meg itt ez a szép piros bárány, nem amit megijesztettél. De valami ilyesmit olvastam. Olvastál a könyve megint? Jaj, csak hogy itt vagy. Ilyen nehéz volt, nem hinném. Ja, és elfelejtettem utánad kiabálni, hogy kinyitottam egy alagutat, ami egyből idehoz. Már mióta itt várlak? Ja, kösz, hogy itt trollkodik. Amúgy én már túl gyenge vagyok kinyitni ezt a ládát, ezért bízzalak meg téged a színek összegyűjtésének feladatával. Szerencsére van nálam teleport, használt, ha megvan a piros szín. Megvan a piros szín? Nálam van a piros szín, ah, kivettem. Mondjam, mit vettem ki? Már igazából lehet, hogy neked kéne. Van nálam 8 toll, ugye az a pont. Van vörös talizmánom, az egy vörös külfákja. Van egy rózsavörös festéken, meg egy darab dínje, meg amit te most kivettél, az mi volt? Ja, így. Jó, legyen nálad. Jó, akkor gyűjtöm én a pontot, legalább jó, hogy eljöttem. Teleport. Ó, te is nyom meg, azaz. Ah, yeah, és akkor most jön aranysárga. Ugye? De várjál, pontokat nem kell gyűjteni valahol? Nem olyasmit olvastál? Igen, valahol írta, hogy lehet ide toll, nem? Nem? Ebben a ládában tollokat, ezt a talizmánokat. Igen, igen. Ó, és itt van egy könyv a festőnél. Biztos ez, hogy ez amikor mondja, hogy jaj, elvesztettem a festékeimet, visszahoznál, rak bele ebbe a ládába. Oké, igen, ezt kihagytam, de hát... Kicsit sok volt. Jó, akkor beteszem ebbe a ládába. Tessék, ott van benn. Jó, akkor, ja, narancs. Na, amúgy egész jó eddig ez a pálya. Színlálás. Hát egy kicsit túlzásnak érzem a redstone rejtvényt, tehát te nem oldottad volna meg. Az igen, de egyébként maga az alapötlet jó, hogy így kell sor menni a feladatokon. Ó, de röhögnék, ha most beleesnél. Na tessék, röhögjél! Hát ez nagyon állat. Az oroszlánok nem tűzállóak? Ja. Hello! Hallod? Figyelj, ezt tőlem várják el, szerintem nem tőled. Jó, akkor egy kis kulisszatitok. Kb. 2 leesés után már is váltok kreatívba, és repülöm át az ilyen részeket. Nem bírom én. Hallod, ezt még én is megcsináltam elsőre, pedig hát én aztán... Itt még lesz lehetőséget. Hát ez... És én is túléltem. Jaj, kis csiter. Most miért? Na. Ott egy jaj, 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 basszus! Ez csak az, ki? Ez az, ha! Melyik volt, narancs? Tártam 4 tollat egy ládában. Ne! Ne! Na mi van, visszanyal a fagyi, vagy mi?
Nem, már itt vagyok. Ha nem, ez akasztják a hóhért. De! És nézd meg! Meghaltál már? Nem, csak égek. Francba. De megölöm magam és elalszom. Elalszom. Elalszol? Hát, nem is kell. Na, gyerünk, ma olyan csiga vagy. Jaj, na. De zárt ajtó van. Egyébként... Ja, meg van akar. Pointolok én is most már, hát. Tényleg azt írta, hogy lesz pointolni, vagy nem? Nem tudom, de hát most... Mit volna a pálya értékéből? Nincs semmit igazából. Jaj, nézd meg! Mert megütöttél, te! Hé! Hé, én nem teszek olyat. Megütöttél, biztos, hogy megütöttél. De a videóból kimered ezt vágni. Csak azért, hogy ne legyen bizonyíték. Dehogy is. Amúgy itt mi van bent? Ja, checkpoint, ugye? Checkpoint, igen. És aztán kedvenc részed. Ne! Nem igaz. A francba. Miért nem állt el a szélén? Na, gyere. Nem berek, mert úgyis visszaütsz a lábába. Nem, magamtól beleugrok. Megvan. Finomított Pinke Pierre. Itt meg finomított dudva, tessék. Jó étvágyat. Maradok a Pinke Pierre. Akkor ezt még kiveszem magamnak. A dinnye amúgy minden kellett, nem tudod? Fogalmam, megenni. Hát de békés módba. Békésen ölt meg. És odáig el lehet ugrani? Ez egy jó kérdés. De látod, azért ez a pálya sem mellékeli a parkört. Nem állt. Tudod mit? Én is mentek. Hello! Hey, én meg erről jövök. És a levegőben megütsz, akkor hát oda repülök. Csak mire erről jössz. Nézd meg. Jó, oké. Okay. Azt nem mondom, hogy könnyű. Lesz átugrani ide talán. Gyorsan. Megvan. Itt azt hiszem nem fogsz mellégni, mert békésen vagyunk. Igen, de ott a láda melletted. Egy kar van benne. Ah. Hallod? Akkor hozzád. Oda topom, elkapod? Nehogy az. Várjál. Dehogy várok, mindjárt égek. De most... Na jó, vissza. Ájjáj. Ez az mellé... Ah. Egyébként az nem is néz... De van izé, jó van. Hallod? Mi ez? Ne! Fogadjunk, hogy megdöttél. Ne, majd visszanézheted. Csabi. Oh. Van nálad még egy kar? Nem. Ne, szóval nem mondod. Na várjál. És akkor innen hogy ugorjak vissza? Ez most viszont nincs jól kitalálva. De hát én nem is... Egy kar volt a ládában, ez biztos. Nézegettem, látsz te ládát még? Nem. Azon gondolkozok, hogy nem lehet, hogy el van dugva valahova a... izé alá? Megoldottam. Kösz! Jó, hát engedlek. Hogy szedted ki? Hát csak kiütöttem és egy ajtón keresztül még be tudtam nézni. Ja, gondoltam. Csak ez szerintem nem így van kitalálva igazából, vagy lehet, hogy így direkt? De. Azt mondom, hogy de. Itt megint narancsárga bárány van. Jó, eltakar. Teleport. Aha. Nem lábavédő cipő. Hú, nálam vannak a pontok, azt kivettem. Jó. Van egy lávatalizmán nevezetű vödör. Narancsárga festék, meg még egy dinnye. Már van két dinnyem. De jó, hogy neked van cipőd. Nem adom oda. Az egyiket legalább. Egy cipőm van. Ja. Oké, értem. Na menjünk a sárgába, gyere. Próbálom megfelezni, de nem hagyja. Na? Ez miért van itt ez a blokk egyébként? Ugye hoztad a kart. Milyen kart? Nem... Nem mondod, hogy ott hagytuk. És na, akkor visszamegyek érte, várjál. Hát azt, amit az előbb megtaláltunk. Jaj, de akkor most megint ugráljak végig a láván? Csabi, gyere tovább. Találtam 64 kart. De halad, itt van a izé. Nem is kell ide kar szerintem, vagy kellett volna ehhez.
De lehet, hogy csak szivatás. Jó, hát akkor kiderül. Mennyi? 25x25. Itt egy láda amúgy, matek fizette. Tessék, nézd meg, milyen szép matek fizet. Ebben a könyve számolhatsz, vidd magaddal. És mennyi 25x25? Na mennyi 25x25? Most itt dicsekedjek vele, hogy nem vagyok jó fejszámoló. Szerintem, hát ha jól számolom, akkor egészen pontosan 310. Ah, ja, a könyvespolcot ki lehet tudni. Ja. Na, üssed akkor. Ó, oh, yeah. Következő rész. Rossz válasz. Ez a rossz. Kiderül, hogy... Kiderült, hogy te se tudsz számolni. Kösz szépen. Az meglepődik rajta, hogy ez a rossz. Jó, hogy ez a rossz. Ez a jó, az most jó. Mi a következő? Mennyi? Négy? Micsoda? Egy ketted, meg két negyed. Ez a srác az ilyen izé. Na, én nem is megyek utánad addig, amíg nem biztos. Jó. Ó, banyak, ez tényleg a rossz válasz volt. Igen? Igen. Nem is. Azt a hallod, de itt van egy tábla, ezt elolvastad? Nem. Hát a szobában találsz deszkát, az könyvespolc. Igen, én könyvespolcot találtam. Az a rossz válasz lehet egyébként. Ugye már megint számolni kell. Mennyi egy olyan téglalapnak a területe, melynek oldalai 6 cm és 23 mm. 6x2,3. De ahogy mindegyik ugyanannyi. Igen, én is azt nézem. Akkor ne a B-be gyere, mert ez biztos a rossz. Mit tudom én. Csak ide jöttél. És tényleg a rossz. Alatt kinyitottam volna neked az ajtót. Na mindegy. Azt mondja, hány köb centiméter, 2000 köb milliméter és 32 köb decimeter, Jézus Mária, meg 7 hektoliter, a hár az a hektoliter, ugye? Ja. Ennek a gyereknek biztos nem vesznek videójátékokat, egész nap csak matek füzetekkel játszik, vagy nem tudom. Meg vonalzóval. Azt is nem tudom, C. Ja, ez rossz. Én meg megnézem akkor ezt a B-t. Teleportos. Hú. Azért ahhoz képest, hogy a srác egyedi feladatokat ígért, ugye? A levél szerint. Hát igen, az nincs. Hány átlója van egy 8 szögnek? 8 szögnek hány átlója van? Igen. Régen még tudtam fejből a képletet, de hát... Jó. Hopp, itt egy... Nem mondod, talán checkpointozhatnánk már végre. Jaja. Oké. Okay. Úgycsó kérdés... Hallod? Várjál. Hm? Itt egy izé. Ó, de cseles. Pont. Varázskönyv, lövedékvédelem 4-jel, ezt majd odaadom neked. És, Csabi, csak úgy mutatom. Tadám! A cipőm sokkal szebb. Ez meg többet véd. Tessék, ott van, tedd rá. Encsantold össze. Csak nem tudom. Tudom. De várjál, nézzük meg körül, hogy nincs még itt ilyen láda. Mert az előbb is, vagyis könyvespolc, az előbb is éppen csak feltűnt, hogy ott van valami. Nem hiszem, de nem is láttam. De milyen cseles, ez viszont tetszett. Na, ez egy jó ötlet volt. Igen, hogy, igen. Hogy így elrejtette. Úgy csak kérdés, mennyi 2x2? 3 kecske, 4. Előbb a festő fölötti ládát nézd meg. És megint beszél hozzánk. Mit nagy mond? Festő. Ó, szia! Nem nézel ki jól? Valami baj van? Lezsibbadt az agyad? Agysorvadásod van? Nem tudsz gondolkozni? Hát én már csak tudom. Ez a matek. Régen matek tanár voltam. Na de visszatérve ide, a sárga festék valahol itt van, keresd meg. Oh. Szóval egy matek tanár volt. Keressük meg. Na jó, én kezdem innen. Megvan. Jó, oké. Elsőre. Nem is értem, mi nekünk. Egy rakástól. Ja, azért.
dinnye, és itt a pingpong sárga festék. Na meg figyelj, valami, amit kizárólag én kaphatok meg, Csabi. Mutatom, a kezembe mutatom. És csak. És az van ráírva. A zseni agy sisakja, védelem 10, robbanásvédelem 3, lövedékvédelem 3, de Tobit, vedd föl. Mert akkor először a cipő a tiéd, aztán a melvér tiéd, pedig akkor most ez. A zseni agy sisakja. De hogy nézek ki már, cipő meg makancs van rajta? Nem tudom, egy oroszlán elég idiótán néz ki. Mondja ezt egy disznó, érted? Hallod, micsoda állati játékosok mi? De hallod, ki se látszik a szemed. Zseniális. Na jó, menjünk tovább. Megvan a festék. Téged teleportáltalak. Zsír, hát ez tényleg hosszú pálya lesz, Csabi. Ezt meddig tervezed egyébként? Mennyit tervezel vágni belőle? Sokat. Igen? Na, akkor menjünk a zöldhöz. Hát nem tudom. Megpróbálok az ilyen unalmas sétákat kihagyni, csak meg nem tudom, hogy lehetne. Megint ugrálás. Jaj, ne! Mik az ilyeneket kivágni? Figyelj, majd én fölmegyek, mert én nagy zseniális parkőrös vagyok, ugye ezt mindenki tudja. És majd rám tépézzel, na? Mit szólsz? Na, fenébe! Ne csalj, Csabi, legalább próbáld meg. Egyszer megpróbáltam. Igaz? Egyszer én is. Hát ezekkel a részekkel csak az a bajom, hogy hát nem jutok semmivel előbbre, hogyha ezt nem csalás nélkül csinálom meg. Igen. Érted? Tehát nem ad semmit az élményhez. Nekem legalábbis nem. Hát én sem tudok parkörözni, de csak azért, mert... Na jó. Fölteszel magadhoz, Csabi? Hát persze. Köszönöm. Ma malacok nem tudnak repülni. Kivétel azok a malacok, amik a videóidban vannak. Arra tovább kérem. Ez a duma. Arra tessék. Ó, de rendes. Hogy tessék? Arra tessék. Jó, ott van. Igen. Ugolj le az akadály pályába, ez is beletartozik. Ne! Ja, a vízbe kell beleugrani, nézd csak, szerintem. Aha, láttam, de nem tetszik. Próbáljunk meg a farmon élni. Onnan indul. Juhú! Figyeld a technikámat! Ne! De most a game móddal mész végig akkor? Hát most mi? Most komolyan. Jó, nekem mind. Nem mondhatod ezeket a végtelen parkour részek? Őszintén. De. Ajjajjajjajjaj. Az a baj, hogy sokan összekeverik az adventure mapokat, az akadálypályákkal. Találtam egy könyvet, igazából én sem tudom, mit akartam a ládába tenni, csak azért csináltam ezt a folyosót, mert nem tudom. Köszi. Oké. Na, itt spampointoljunk egyet, nem? Igen. Varázsló vagy? Nem a legbíztatóbb. Várj, már varázsló vagy, Csabi? Itt ki kell próbálni a gombot. Oda van írva. Én nem vettem észre. Varázsló vagy? Én nem, én csapusa vagyok. Megnyomjam én? Nyomd meg te, disznó. Na, ne bánts. De hát az van. Megint spawn point, hol van az este? Azt írja a gomb. Harmadik szint, nem a legmegbíz... Mi? Nem a legmegbíztatóbb? Mi az, hogy legmegbíztatóbb? De érdekes, hogy tudsz repülni. Meg én is. Én meg teleportálni. Jaj. Nem láttuk tőle semmit. Végtelen létre. Na jó, menjünk, másszunk. Versenyezzünk, hogy kiért feleled. Mit szólsz? Nem, mert te csalsz. Hogy 5 percig fogsz ezen menni. Még én se értem fel. Na látod, ezt se értem. Tehát egy pályában minek ilyen időhúzó részeket betenni? Tehát ennek tényleg semmi értelme. Ó, már láttam a végét. Én is. És... De várjál már, Csabi. Ezt te ütötted ki itt? Nincs az az Isten. Tegyél fel a tetejére. Nem, te létrehozni akartál, létrehozzá. Fú, most már utállak. De egy tábla van ide fönt, elég csak lesétálnod. Ezt most nem mondod komolyan. Kösz.
És azért... Na jó, van. Tudod mit? Game mód 1. Hát de hová lesétálni? Hát hová megyünk tovább? Gondolom, Csabi, hát gondolom, föl kellett ide mászni, de csak azért, hogy ezt a táblát elolvasok és visszamászhassunk, ugyanis itt nincs semmi. Nem, nézd csak, ott van len. Ja, ott van len a víz, oda kéne leesni. Nem látom kicsi a látótávolságom. De azért beletaláltam. Én is. Na jó, game mode vissza nullára. Oké, megint tábla, megint festettél, de tud. Egyébként igazán elnevezhette volna a falusiakat. Aztán nem is néztem. Már rég meghalt az agyam a matekos részen. Na, van itt nehozomat festék tollak, ugye az a pont. Meg van egy parkőrök kardja. Parkőrök? Mi az egy parkőrök? Parkőr? Akadálytalizmán. Ilyet is kaptunk. Na végre, na hányszor estél ki a világból? Na visszatérve ide, itt a neon zöld, majd folytasd az útjaidat. Jó. Kivettem minden. Hasznos információ. Csak visszaraktam a könyvet. A parkőrök kardja éleség 1, sújtás 3, átra lök és 5. Szép, csak nincsenek szörnyek. Hey! Ó, és tényleg, és tényleg működik. Nem szép. De nagyon szép kard, nekem nagyon tetszik. Így javít le. Hát tudod mi a baj, hogy nekem van egy kardom, nekem viszont nincs íjvesződ, vagy nyílvesződ. Nekem viszont van kenyerem. Menjünk a zöldbe. Sötét zöld jön. Nem ott volt? Ja, sötét nem, zöld. Nem, világos van. Igen, igen. Mind a kettő zöld. Figyeld. Na ne, kaktusz. Benne lökjél. Azt akartad mi? Aj, én azért is végugrálok, mert én becsületes játékos vagyok. Ezt értékelem. Ne legyél! Ne! Hú. Na előugolj, megint csak ugrálós. Előre tessék. És most itt merre kell menni? Ja, hogy oda le kell esni. Tehát honnan ugrottam át? A kerítés tetejére ráugrottam, és onnan ugrottam rá az elsőre. Direkt. És nem a kaktuszról. Ha hát mert... mekkora troll vagy. Nem, hát figyelj, így van megépül a pályát, akkor ezt nyilván így csinálom. Ott viszont kaktusz kell. Jaj! Ide, mellém. Yeah. Ah. Parkour király. Szerezz valahogy zöld festéket és dobd a nyomó lapra. Itt zöld festéket? A blokkokat, kív, homok, és ami az aranyfalban van. Jézusom, ez a tábla elrendezés. Ah. Hogyan kell? Na? Mit hogyan kell? Várj, nem annyira értem. Nem tudom. Ki lehet ütni blokkokat? Mit? De mit? Melyiket? Rájás maradott, nem lehet kiütni. Nálad van még a szabálykönyv. A könyves polcot lehetett. Azt tudom, de valamit a smaragd... Most már nálam a szabálykönyv. Nagyon jó. Akkor... De ez nem a smaragdot ütheted. Mivel ütött ki? Hát ez egy jó kérdés. Nem ütheted ki. Itt van szén. Ezekben nem lehet rakni. Peter. Mostantól nem üthetsz ki blokkokat. Jó. Amúgy te miért arra mész? Itt mi van? Ja, csak az ágy. Lerakok egy spam point alatt. Na Csabi, előre engedlek. Mit írsz? Ha megnőnének, akkor kiütheted egy blokk magasságig. Na ne szórakozz. Na, én megcsináltam csalás nélkül. Én is. Megnőttek, most mi van? Ja, oké. Okay. Már ennek az egy is sok volt. A kaktusz quiz első. Mi történik, ha két kaktusz egymás mellé kerül? Ne, már megint quiz. Na hát kiesik. Az egyik kiesik, hát nyilván. Ja. Hát nem is lehet egymás mellé rakni. Hát igen, mert az egyik kiesik. Jobb, bocs. Itt az ajtó, nem jössz? Nem, lol, visszakerültem ugyanoda, ahol volt. Ez milyen troll már? Visszatett az ajtó. Gyere a másik úton. Nem lehet egymás mellé tenni. Ja, Istenem, nem mondod, hogy az, nem is figyeltem a másik választ. Hány zöld festéket kapsz kraftoláskor K-val? Magyar szó, nem tudtad? Van ilyen. De minek a kraftolásakor?
Ez jó kérdés. Hány zöld feszséget kapsz kraftoláskor? Nem, visszatesz. Igen, visszatett minket, akkor a másik hát marad. Valószínűleg a középső a jó, mert hát hogy menne oda, nem? Az út. Nem, kettőt, basszus. Hát amikor egy kaktuszból kiszed a feszséget, akkor kettőt ad. Jó, most már értelmeztem a kérdést. Ja, jó helyen vagyok, gyere. Nem vagy jó helyen, csak szóval. Nem? Menjünk akkor ez itt mi? Ó, rohadjon meg! De mit nem lehet kraftolni, akkor nem értem. De közösség volt a jó. Kiszedted a festségeket is? Vagy mit? Nem, a tollak itt vannak. Könyvet kerestem. Van itt tüske talizmán. Tüske, kaktuszzöld. Megint dinnye. Meg egy szúrós íj lánggal. Láng tízzel, lol. Azt mondja, na végre, szúrnak ezek a kaktuszok. Amúgy égetni kéne a kaktuszt. Itt van valahol a festék, égel, keresd meg. Jó. Itt a vége, teleport, csak most nem táblázta ki. Na, akkor menjünk. És akkor festjék ugye a helyére. Ajaj. Tollacskák, van már 46 pontunk. Meg 3, nem 4 talizmánunk. Nem, 5 talizmánunk, bocsánat. Csak rossz helyetettem az egyiket. És akkor most jön a ciánkék. Cián. Fú, imádom ezt a folyosót. Igen. Csak mi nagyon szükség volt rá? Kényelmes rajta menni. Történet. Nocs memóriájának egy része elvezett. Elveszett. Segíts neki visszaszerezni a tudását, és megint kvízezünk, öcsém. És ezt megcsináljuk, akkor már lesz 1.9-es. Ölj meg, kérlek, ölj meg. Gyere, Csabi, ezen nem új. Jó, oké, meghaltam, oké. Lejlik. Zöld CD-t kell berakni. Megint nem. Zöld CD? Van a zöld CD? Válasz nehézségi fokot. Könnyű. Valahogy éreztem, hogy ez fogott. A memóriád is próbára lesz téve. Ez azért is könnyű, mert csak két ajtó van. Azt mondja, melyik biom nincs? Gyümölcsös és erdő. Hát gyümölcsös. Igen, itt egy szivacs. Miből kraftolunk szivacsot? Szerintem semmiből. Nem lehet kraftolni, ja. Milyen változatosak ezek a quiz feladatok? Igen. nem, hagyja. Az obszidiánt mivel lehet kibányászni? Arancsárkány, gyémántsárkány. Hány fába kerül egy fákja? Hát egy. Szerintem is. Itt nincs kérdés. Vagy nem is kéne lennie? Ó, ez a memória része. Milyen sorrendben voltak? Először tölgy, nem, először a levél, vagy mi az. Aztán a sziva, ez a baloldali volt. Csak most tényleg olyan sorrendben kell olvasni, mert most itt vannak két sorba, de melyik irányból, honnan? Nem, várjál, átverős Csabi. Nézd meg, ugyanaz a sorrend, csak más a levél, és más a tölgyfa, vagy mi ez a fa. Látod? Egy láda. Itt mi van benne? Itt van a zöld CD. Meg két pont. És ez gondolom teleport? Teleport, persze. Ah, yeah. A kedvencem a cat. Itt meg fehér CD-t kell rakni. Milyen fehér CD? Na, akkor a másik irányba is. Illetve vagy sárga-fehér. De máshova is kell menni. Na várjál, lehet, hogy a közepes nehezet is meg kéne csinálunk. Ja, igen! Így mennek a nehézségi szintek. Most már értem. Akkor se szeretem. Ez a legnehezebb. Nem, ez nehezebb. Aj, már. Ez nehezebb, mert három lehetőség közül kell választanod. Hány fa kell egy facsákány elkészítéséhez? Egy? Egy facsákányhoz? Várjál. Ja, ugye a deszka négy darab. Ja, akkor nem. Egy darab elég. Kell a vizére is. Nem csak a nyelére kell. Tudom, azért mondom. Jó, te mondtad, hogy egy. Vajá, kell ugye földre három, meg két bot. Akkor lehet, hogy kettő. Ugye? Én megyek oda. Na, olvasd te. Mi nincsen az alvilágban? Csontváz, láva, aranyrög. Nem szoktam túlélőzni. Hát, vajá, láva biztos, hogy van, sima csontváz is van, aranyrög is, hogyha malacok dobják. Aha. Ugye? Azok a izé. Biztos, hogy van csontváz? A medvedisznó ember. Van persze, fehér csontváz, hogy ne lenne? Aranyrög, mert az csak kidobással van, vagy mit tudom.
Nem, hát, nem ez, nem ez. Ne. Nem mondtam, hát, hogy de mi az aranyrög van, ha a malacok dobják? Vagy mik azok? Jó, ó, nem tudom. Te. Na jó, hát akkor, a, akkor marad a csont. Akkor melyik? Mert csontváz. Mind a három van, azt mondod. Hát csontváz meg láva biztos, hogy van. Ez csontváz nincs. Ez hülyeség. Nem tudod, hogy csontváz nincs, de amikor van. Van. Na majd, majd meglátod, hogy van. Mi kell egy alvilági kapuhoz? Az obszidiános, ez az utolsó. Egyértelmű. A malac is ez... Nem. Ez hülyeség, dehogy nem ez kell. Hát... 10 obszidián kell? Vagy mi? És a sóder minek hozzá? Sóder az nem kell hozzá. Hát ez milyen hülyeség? Ez hülyeség? Hát a jó válasz ez. Obszidián, diacsákány, kovakő és vas. És meg láva víz van, lávából meg vízből is lehet, nem? Nem mindig a középső volt a jó? Nem is figyeltem. Nem gyanús, én se. Miért jó a vörös kőérc egy házba? Mert szép, bármikor szedő, világít a sötétben. Most kipróbálom a középsőt így. Nem, nem mindig a középső jó, ez nem jött be az elmélet. Ja, a vörös kőérc, világít a sötétben, persze az világít, mert ha megütöd, akkor világít. De az miért jó? Miért nem raksz a fákját? Az olcsóbb. Hát igen. Jó. Meg amúgy az is szokott bugolni a vörös kőérc. Ha egyes dolgokat vissza lehetne kraftolni, mit lehetne csinálni a kérdéseknél ott hagyott blokkokból és mennyit? Na basszus, ne szed neked memória. Figyelj, az eleje az tölgyfa volt, azt megnéztem el revaltív a táblára. A második nem tudom, az előző az vöröskőérc volt, ugye? Na várjál, ötödik egyes dolgokat lenne. Igen. Gyorsabban megpróbálom vakon. Na jó, akkor én megyek a ragacsos dugattyúhoz. Uh-huh. Ami nem jó. Középső se jó. Ó, ez win. Nagyon jó. Ketten nem találtuk el a háromból. Igen, ez a kvíz most már picikét sok. Picikét. De viszont van megint. Kettőre a pontot kaptunk, ezért csak. Elektromos így nem is kell neked. Na hát. Nem kell semmiet, de mindig gyűjtjük a cuccokat. Kaptál lemezt? Mert most ugye az kell. Igen, nálam van a lemez, azt elhoztam, mert az kell. Jó, és nem kell nehezet megcsinálni. Édes Isten, ez a kedvenc része a pályában, hogy nem kell nehezet is. A festő nem tudta teljesíteni a kvízt. Na. Na figyelj, van itt 10 pont. Steve talizman. 5 darab. Megint dinnye. Most itt van a ciánkék festék, amiért jöttünk meg. Egy Steve talizmán is van. Igen. Azért ez nem semmi. Jó, és akkor tegyem be a ládába. És mi csak a kéknél tartunk. Úristen, egyébként vannak jó ötletek ebben a pályában, tehát szerintem legalábbis, de nagyon hosszú, és sokszor ugyanazok ismétlődnek más formában, az a baj. Igen. De jó ég! Ezt nem mondod komolyan, még ennyi hátra van. Valahogy átkerültem egy rossz részre, hallod? Ó, akkor ide teleportálnak. Jó. Ez érdekes volt. Zsír. Na így már jó. Nyisd ki. Ó, úristen. Történet. Egy boszorkány alapanyagi elvesztek. Ebben a ládában van egy csomó és egy kis ráadás. A dolgot, hogy a 64-es csomagokat eljuttasd a boszorkányhoz. Vigyázz, lehet fel kell használnod a ráadást. Nagy utasítás. A 64-es csomagokból ne használj semmit, az alsó sorból használj majd, ha kell, cuccokat. A felső sor tedd be a 3x9-es felszerelésedbe. 3x9-es felszerelésembe. Ja, hogy oda, ide be, a hátizsákba. Okay. Tehát most így mindent kiveszek a ládából. Atya Isten, van itt minden. Mindent kivettem a ládából? Jó, menjünk. Na menjünk. Most követlek, mert én már kezdem így elveszíteni a figyelmet, megmondom őszintén. Még csak most? Ah, te szerencsés. A próba alatt szabadon barkácsolhatsz.
What? Mi? Üveg? Nyálka golyó? Mi a? Te, ja, itt hogyan jutok át? Megvan majd game mode-val. Ja, de az meg tiltva van. Akkor hogy? Né, utánpótlás. Te, mi az, hogy tiltva van? Neked a game mode? Ők nem ismernek téged, Csavi. Ha, hogy itt van? Ó, oh, mennyi liter water. Gondolom ezért volt itt. Igen. De visszamerheted volna azt a vizet, hogy haladjunk is. Most, hogy mondod. Tehát mint kódexet. Bejutaló kódexe, regenerálás, kísértett könyv. Aha, itt a receptek le vannak írva, ezt el nem olvasom. Négy oldalon keresztül. Ajjaj, keménynek tűnik, utána jól fog esni a regenerálódás. Megszegtem a szabályt, belenéztem a diszpenzerbe. Igen, csaltál, megint csaltál. Most már úgyis mindegy, mert már végig csaltod a pályát. Egyedül én voltam becsületes. Akkor gyerünk, maradj is ott. Na! Hú, te gonosz vagy! Ne gonosz! Ott van a nagy páncélod, mit félsz? Áh, de... Milyen? Ja, igen, még rajtam van, de a kardot meg ott hagytam. Regenerálódj. Feladat. Ne! Sok, sok. Egy csomó zombi lesz itt, jó lenne, ha... Na, mob fight. De jó, és nem hozzuk a... Ez a mob fight. Jó, csak ijesztés volt. Ó, oh, bakker. Viszont jó poén. Szegény csirekek. Na, köszi. Akkora troll van. Jó lenne ezen a folyosóban gyorsan végigmenni. Itt kéne a speedet használni, de... Menj gyorsabban. Köszi. Ne. Megmaradj ott. Itt a bossi, vigyázz meg, ne öljön. Itt van tej. Csak úgy mellékesen mondom, tudod, hogyha hátulról nézek, akkor lehet látni, hogy a skinednek föláll a farka hátul. Na, mindegy. Tetszik? Nagyon, aha. Megmutatod a tiédet is? Tessék. Ú, de kicsi. A posta feliratú láda, tedd vele a csomagot. A pályán elején kapott dolgokat is rakd a porra valóként. Titkos. Van itt egy nincs most itt semmi, nevezett üvegtömb. Ó, itt egy pont. Szegény a bossi, ez is toll. What? Meg egy boszorkány talizmán. Na, meg kék festék, és a dinnye, ami elmaradhatatlan. Halló? Tomza. Ez itt a kerítés mögött, ez itt a boszorkány. És tudod, mi a vicces? Az, hogy kajak felismerhető. Hogyha így mondod, hogy ez a bossi, simán felismer. Azért elég nagy izé haja van, ilyen... Milyen haja az? Afro haja van. Igen, ilyen diszkó boszorkány. Diszkó bossi, hallod? Apád és anyád. Úristen, mi ez te? Igen, néztem, két fej van benne. Ó, bakker. Színes fím. Színes fím. Azt a jó eget. Teleport, kész. Nagyon pihent a srác. Itt van egy izé, vizes palack. Teleport. Hol láttál te itt gombot, megvan? Ott. Na, melyik volt? Ez ott a kék. Tudtad kipakolom. És akkor ez ott a sötét kék, ugye? Igen, ja. Világos kék. Jó helyre teleport? Igen. Könnyű bekezdünk első szint. Megint ugrálás? A hajózás. Na hajózzunk. Evezős kézikönyv. Mert még ide is írt valamit. Csónak szabályok a pályákon, csak csónakkal menj. Persze. A pályához csak annyi csónakot használhatsz, ahány a ládában volt. Persze. És ha összetörnek, akkor mit csinálja? Na igen. A vizet ne állítsd el. Ne ússz át rajta. Ne önts lávát. Kivéve akarod. Jó. Na most, Csabi, itt volt összesen 5 darab csónak, ugye? Ha csak nem vettél ki már egyet. Nem vettem ki. Hát... Jó, hát akkor úgy csináljuk, hogyha összetörik a csónak, akkor megyünk. Ahogy... Le se tudom rakni. Én se. De amikor meg leraktam, akkor meg eltűnt. Nem tudom.
mert most megint fölmerül bennem a kérdés, hogy ez a pálya vagy le lett tesztelve vagy sem. Amúgy nem tudok, nem tudom letenni és se. Na jó, hát akkor ennyit a csónakázásról. Nem tudok kijönni. Lehet, hogy itt még nem kellett volna lerakni. Lol, és én is a köszi. De én meg nem. Add a kezed, üss meg, add a kezed. Üss meg. Másik irányba. Ugorj be. Ez az. Ez tényleg bejön. Ez igen. Kint vagy már? Elég volt te, elég volt. Itt már lehet csónakázni viszont. Jéhé, és lesz se bírom. Nem, lol. De sikerült, jó. Basz, nem törik össze bajnak. Összetört, ez az. Mi van ott a táblám? Azért vasból... Miattad nem látom. Azért vasból van, mert leég a kék feladat lábájától. Csabi, átbukoltam a pályán. És most hol vagy? Hát, ha megintad nem bemed, akkor itt a fal mögött. Látsz? De hogy? Mi van ott? Mi van? Kiszálltam a csónakból, és ide kerültem. Azt meg. Az van ráírva a táblára? Nem, hanem az van, hogy kiszálltam a csónakból, és ide kerültem. De jó. Hogy gyere ide. Én a második szint. Ajjaj. Ügyi ide csak a törmelyeket és a... Mi? Törmelyeket és a csónakokat tétsé. Tétsé? Az mi az, hogy tétsé? Nem tudom. Az jó. Kígyó út. De itt is csónakkal kéne, Csavi. Összetört a csónakom. Nekem van még egy. Akkor élvezd. Lejtő a kar meghúzása az ellenőrző pont. Ne! Ne, ne, figyelj, milyen vadvízi jelvezős. Szét tudom ütni alattad a csónakot. Ez menjen menő már. Nem, hát. Hadd menjek. Én vagyok, akkor én vagyok a cápa. Fölkapcsoltam a lámpát. Ez hülye. Én kidugom a farkamat, az lesz a huszonyom. Na, összetörted a csónakomat. Nem törtem össze el, mert te törted össze. Neked mentem, a nagy buksidnak. Ja persze, a gyémánsisak miatt. Megint nem tudsz kimászni. De. Ezt meg kell húzni. Ott van nyomul. Lap, hova mentél? Teleportált. Ha meghalsz, újra kell próbálnod, zuhatag, még mindig a második szint van. Hallod, Csabi, most ha megnézed a pályát, néz körül. Azért a srácnak ebbe azért tényleg elég sok munkája lehetett. Szóval attól függetlenül, mert sokszor olyan feladatok vannak, hogy nem tetszenek, attól függetlenül minden elismerésem nekem legalábbis, mert lehet látni, hogy sok munkája volt benne. Szép, hogy van kitartása, de fektethetett volna több időt a tervezésbe, és kihagyhatta volna ezt a sok kvízt. Igen, igen, mondjuk sok-sok udalmas rész van benne sajnos. Meg ilyen lehetetlennek tűnő. Na most te mit csináltál? Leugrottam, gyere! Vá! Menő. Ah, yeah! Megint csónakok? Tétsé, tétsé. Mi az a tétsé? Nem tudom. Tankcsapda? Nem, én tudom mi. Te csabusa. Te csabusa. Harmadik szint, Ajajajajajaj. Ne csináld! Én is adjuk a támítni, de akkor gangjén módon. Ne, le akarok ugrani. Mindjárt le, segítek, várjál. Itt egy láda. Milyen jó ez a vízesés, ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Mi van a ládákban? Pont volt egy toll. Kiszedted? Igen. Egyet neked benne hagytam. Tudod mit? Az ott is marad. Hát nem hagytam ott. Gondoltam. Viszont itt a izé űrge. Itt a vége. Egy festőnevű könyv. Elolvashatom ezt most én kivételesen? Jó, kipakolok mindent. Szerintem így nyárra jól jött ez az evezés. És nyárra? Ja, hogy ezt még augusztusban csináltad. Jó. Szerintem így nyárra jól jött ez az evezés. És kemény sem volt. De tudod, mit kell tenned, ha elnyel egy örvény? El kell engedni magad, így lehet esély arra, hogy kisodor téged az áramlat. Na de vidd haza a festéket. És tényleg elvitt az áramlat. Köszi. Pontokat kivetted? Igen, mindent kivettem, mert itt a gomb. Pinky Pie! Így nevezzük, egyik haveromat így nevezzük, hogy, mert az a becsem, hogy a Pinky, és úgy nevezzük, hogy Pinky Pie. Itt van leírva. Csak kicsit másképp a Pinky, de nem baj, úgy kell kiejteni. Na, menjünk be! Hol a túróba vagyok? Ezt olvassam el. Jó helyen vagy? Jó helyen. Fordulj jobbra. Itt egy Pinky nevű könyv. Elolvasod? Én is találtam egy könyvet. Akkor az a tiéd, meg az egy... Pinky feladatai. Az első feladat a kenyér lesz. Első lépés,
Vegyél ki egy búzát a polcból, tedd a minimalom tárhelyébe, ha beraktad, húzd le a kart, majd húzd vissza. Ez itt sok hirtelen. A mellette lévő ládában lesz a liszt. Ha megvan, lapozd tovább. Ha megvagy. Megvagy. Jó, igen, akkor te mondjad, olvasd. Ez a Pinky nevű könyv köszön nekünk, hogy Hello, Bello! Én vagyok a Pinky! Hey! Mit nézel? Nem is vagyok olyan nagy. Segítesz nekem? Nem is vagyok olyan nagy. Segítesz nekem? Mindjárt kezdődik az esküvő, és nincsenek készen a sütik. Segíts megcsinálni, ha készen vagy, fordulj meg. Ez egy kérdés. Majd megtudjuk. Nem tudom, mi az, hogy fordulj meg. Nem tudom. Ja, hogy ide épített egy szobrot, és ez változik meg. Na, szóval kenyeret kell csinálnunk, be kell rakni a búzát a malomba. Nálad van búza? Itt a búza. Ja, jó. Csak azt nem búza néztem. Búza és szén. Igen, ezt az egyet kihagytad. Én meg megint elsőre megtaláltam. Jaj. Ez a kemence. Tegyem be a szenet, gondolom? A malomba rakd, másikba. Unom malom. Ez tárhely, minimalom. Tudod mit, Csabi? Mi ez? Még úgy családtalak téged pékként. De, berakom. És most kéne kapnom valamit? Meg kell húzni a kart, Csabi. Most kell meghúzni a kart. Kétszer. És aztán vissza. Aha, és elvileg most már kész, nem? Igen, van búzaliszt. Zsír. Zsír. Ezt a búzaliszten. Hát gondolom azt meg kéne gyúrni. Nem? Nincs itt valami ízé? Igen, most olvassuk tovább, második lépés. Tegye a kemencébe egy szenet, a lisztet várd meg a lisztet, igen, várd meg, még megsül a kenyér, és ki fogja dobni. Na, ez nekem tetszik, ez egy tök jó ötlet. Megvan a kenyér. Igen. Ez nagyon jó, ez tetszik. Ez eddig a legértelmesebb része. Ez nagyon jó, ilyet ti is tehettek sok-sok pályába, gyerekek, ha tudtok, mert ez nagyon tetszik nekem. Aztán menj a következő terembe. Oké. Egy láda. Ó, hogy gyere csak! Ez ilyen tojásütésre, vagy tortasütés lesz ebből, úgy látom. Aztán most ez egyszerűbb lesz, neked legalábbis tudod, mennyi idő volt megörölni két búzát? Na mindegy, láss hozzá, készíts egy tortát. Ha kész vagy, menj a következő szobába és lapozz. Na ott van, tessék, ott van az összes alapanyag. Ráadásul azt hiszem kraftolási sorrendben. Az jó, mert nem tudom fejbe. Remélem, jó memóriát. Hát, úgy rakom be az inventorimba. Já, cseles. Yeah! Megvan? Meg. Első lépés, második lépés. Oké. Okay. Oké. Most sütit fog sütni. Mivel én csak tanítalak egyet, csinálsz. Ja, mivel én csak tanítalak egyet, csinálsz. Első lépés, a búzalisthez adj tojást és vajat. Ha, tudod, mik vannak itt? Vaj, margarin, aranyrúd, ikra, tojgli, tojás, cukor, búzaliszt, meg árpaliszt. Parancsolj. Ezt is én csináljam. És vajat. A tojgli a tojás. Mindegyiket benyelte. Hopp, 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 mind dobott ki, nem láttam. Semmit. Pedig adott ki hangot. Az lehet, ja, nem? Belekerült a tészta, aha. Ami egyébként egy homokkőblokk. Oké. Második lépés, bal oldalon, mert az első lépés a jobb oldalon kell csinálni. Igen, adj a tésztához tejet. Menj a sütődébe, majd lapoz. Oké. Itt a tej, és akkor összerakom. És benne van a folyékony tészta, ami homok, te sütöde. Igen, ez a sütőde, a baloldali kemence üzemel, azt használd. Tegyél a kemencébe egy szenet, a folyékony tésztádat és a kakaóbabot. A sorrend nagyon fontos. Hoppá. Folyékony tészta, kakaóbab, szén. A sütit vedd magadhoz, aztán lapozz. Jó. Hogy ott? Hogy volt a sorrend? Nem tudom. Folyékony tészta, kakaóbab és szín. Remélem. És a bal oldalit kell használni, ugye? Hát gondolom. Bár nem, mind a kettő kemence, nem? Tök mindegy. Igen, a bal oldali kemence üzemel, azt használt. Aha.
Megvan. Megvan a cookie. Na, egyébként ezt mondom, ez tök jó, tehát ez tényleg olyan, hogy tök jó. Ez, ilyen, ez sokkal kalandosabb ez a része, mint az összes eddigi ebben a pályában. Igen. Nekem ezek tetszenek az ilyen dolgok. Ha megvagy, menj tovább, ha tovább mentél, ismét egy kisebb feladat, készíts egy több pitét. Nem tudom, mi a receptje. Tök pitének, tudod mit? Az a vicc, hogy én sem. Nem emlékszem, hogy valaha is kraftoltam volna. Tök, cukor, búza, tojás... Azok logikusnak tűnnek, hogy kellenek hozzá. Igen. Hát nem tudom, talán még a vetőmag? Bár nem. Hopp! És búza nem kell hozzá, egyébként eltaláltam. Igen. Tök, tojás, cukor. Yeah! És megint egy póni. Á, itt már leszek pontocskák, van 4 darab. Meg olvasd el a festőt, mit írt. Ja. Pinky 3. Pinky 2. Miért? Miért nem mind egy könyvben? Nyám, nyám, nyám. Ó, szia, itt vagy? Remek. Kérlek az innenségeket, innenségeket. Ragd le a ládába, amiben a könyv volt. Köszi a segítséget. 3. Csak akkor olvasd el, ha elolvastad a festőkönyvét. A festőkönyve nálam van. Elolvasatta vagy én? Igen, te. Oké. Okay. Hello, nagyon finom ez a torta, viszont ha te csináltad, akkor nagyon rossz. Mindegy, kérdele Pinkytől a festéket, aztán teleportálj vissza. Elkérhetem a rózsaszín festékeket? Nálam nyom, nincs. Nyom, nyom. Ja, igen, persze. Ja. Itt van a ládában, nyugodtan vedd ki. Hagyjál már, Pinkyvel beszélek. Pinky feladatai könyv, ezt elolvastad? Megint van itt egy könyv? Itt van. Odaadottam. Mögötted. Ezt megint dobja. Sohaj. Az első feladat a kenyér lesz. Első... Nem, azt én raktam bele. Gyere. Fölösleges tudszok. Ajjaj, valami elramlott. Gyors, megnézem. Bocsi, lehet... Ez egy órámba fog kerülni. Órába. Csabi, nyom meg te is ezt a gombot. Várj, mégsem, gyors, ne, mégis beindult, vigyázzat! What? Jó. Ez volt a rózsaszín, ugye? Akkor... Igen. Na, akkor festék be. Hú, Csabi, hallod? Még a fele hátra van. Ne, ó, úristen. Ez aztán az igazán különleges videó. Ez egy extra hosszú rész lesz, hallod. Jó, hát figyelj, ilyen vendéggel, mint én, ez elvárható. Jaj, Isten, de különlegesnek érzem magam, hagyj a jelek meg. Gyere ide! Mi van itt? Üdv! Most a... Akkor te olvasson, belemegy a képbe. Üdv! Most nem tudok olvasni a rögök. Üdv! Na! Üdv! Most a probléma megoldó képességedet fogjuk tesztelni. Feladatod sok kód megoldása lesz. Na Csabi, ez neked való. Könnyűvel kezdünk. Lehet, hogy a szobában van egy régebb... Mi? Lehet, hogy a szobában vagy egy régebbi szobában nyomot találsz az egyik feladathoz. Akkor nyomozzunk. Nem itt van három par. Nem szoktam az ilyeneket megoldani? Csalsz. Szegény srác, megcsinálj nagy munkával, te meg itt szétzúzod. Pont ráhibáztam. Oh. De, és nézd meg, és akkor lerak pár kart, és akkor élvezzük a kalandpályát. Ne, ne, ilyet ne csináljatok, nem jó. Ronda. Rossz. Egyébként érdekes, tehát a készítőnek egyébként lehet látni, hogy van, lenne hozzáérzéke, tehát az ilyen izébe úgy technikailag vágja a dolgokat, csak kevés az ötlet, mármint az igazi ötlet. Hú, te itt aztán van minden, Csabi. Szemlettél volna vele inkább. Én olyan hülye vagyok, hogy igen. Na, itt már lehet, hogy nem. Én megyek belsőnek? Na jó, nem. Örülj, hogy vannak színek. Nézd már. Hú, te. Na. The final boss. És akkor ez hány óra alatt játszottad volna ki? Úristen, Csabi, nem tudom. Ez sokáig nagyon. Ott egy festő nevű könyv. Jó, ott írja. Attól, meg itt van egy kar. Van egy kombinációs zárt talizmánunk is. Na, ehhez mit szólsz? Ó, remek, ez is sikerült. Gyorsan zsebedd be a festékeket, még elválaszt minket 20 másodperc múlva egy újabb kombinációs kar.
De az eső meg nagyon hangos. Ja. Megvan minden? Én kivettem a... Hú, ez volt a... Melyik volt? A lila, ugye? Magenta, igen. Magenta, ja. Magenta. Miért? Hát akkor mi az? Lila Seeint Pixel Art. És mi a lila? Lila, vagy mi? Leila. Nem olvasod? Feladatod, én írok egy ismert nevet, és te a képek közül kiválasztod, melyik vonatkozik annak az embernek a Minecraft skinjére. Fokozat színek. Oké, okay, zsírdav hajának színe. Ajajajajaj, gyerekek. Hát ez nem jó. Nem jó, nem szőke. De már megint kvíz, én megőrülök. Akkor biztos narancs, mert neki világos, nem? Tudja rá. Hát a skinjének úgy tudom, hogy szőke. Bár én nem ismerem őt, úgyhogy nem tudom. Úgy látszik, hát, nem. Akkor mindegy, Zsidov büszke rád. Reméljük az lesz. Mind már személynek színe? Basszus, ilyen kérdéseket. Megmondanád, hogy milyen James Pulciának a színe? Ah, Csabi! Nobio pöttyeinek színe. Milyen pöttyeinek? Nem tudom. Biztos, hogy ilyen égett foltok, szóval teket. Vagy szeplő. Nem. Akkor próbáljuk meg ezt. Már megint kvíz. Komolyan minden, mindjárt kreatívba váltok és elrepülök. De ezt titok. Oké. Okay. Freezy sipkájának nagy részének színe. Ki az a Freezy? Őt nem ismerem. Én is sem. Hú, most milyen bunkók leszünk mások szemében, nem? Vagy nem ismerjük őket? De akkor mondjuk ismerem csak a skinjét, nem? De ő a kedvencem, csak még sosem láttam a skinjét. Egyébként őt nagyon bírom. Remélem a map befejezése óta nem vette le. Varázsló nadrágjának színe. Milyen színű csabusa? Hát... Te fekete. Nem tudod véletlenül? Fekete, mint a lelki ismerete. Mit is fekete itt? Van ott egy fekete szín. Vagy hát kész. Olyan... Nem is narancs? Nem vagyok narancs? Nem vagy narancs. Miért nem vagyok narancs? Csabi! Itt egy nyomólap mögötte. Na, tessék, saját magad színét nem tudod? Hát ez kér. A zsákutcának nézett ki. Részletek. Zsédav szeme. Elvakít a fény. Azaz? Tudtam, igen, ez az. Bazi nagy logó, akármilyen. Én nem tudom. Micsoda bazi nagy logó, akármilyen. Ja, én logónak olvastam. Ha tippelek, akkor sosem elsőre találom el. UPIA! Norbió szája. Most komoly. Tudom, rózsaszín szája van, az a kedvenc rúzsa. Nem rúzs, az nyelv. Azt az van kiírva tényleg. Komolyan? Aha, nézd. LOL! Amúgy emlékszel az előző fázisra? Ja, ez lesz a jó. Itt a nyomólap. Mi? Nem. Mi van? Nem. A másik a jól megteltem. Dogi Andi Pulciának vége. Az piros, nem? Tényleg? Melyik piros? De várjál most, akkor hogyan kell nézni ezt a színt? Tehát ezt nem annyira értem. Ezért van rajta valamilyen karkötő. Na. De fogalmas nincs a kombináció, micsoda. Ez lesz a jó. Már én most tudom előre. Há, mondom, gyere ide. Itt egy ládikó. Sirius cipője. Hallod, Csabi, itt egy ládikó, ezt nem olvasod el. A ládikót nem is lehet elolvasni. Könyv. A Boss One Complete táblát ne vedd figyelembe, ha tippelve találtad el, vagy három pont kötőjel jára. Három pontjára? Sirius cipője. És mi van, ha mezitláb van? A középső az. Oké. Okay. Ah, szeretném még egyet? Igen? Sirius cipője. Egyaránik a kettőhöz. Azt írja, nyugi, ez volt az utolsó. Szerintem itt már ő is sejtette, hogy itt már kicsit ki lesz a... James MC... Ebből a fázisból, de kedves.
Harmadik fázis, teljes skin, három blokkból, mint a jobbra. Én ezt nem bírom, mert ez a pálcsa kvíz. Igen, na túl sok a kvíz. De basszus. Színje. De Csabi, most gondolj bele, hogy rengeteg munka volt benne, abban, hogy gyakorlatilag ugyanolyan izéket csinálj. Nézd meg. Ezt nem mondott komolyan, hogy végig kellett volna mennünk. Na Csabi, akkor menjünk vissza, megvan, és csináljuk megvan, meg, megvan, mert... itt a teleportos, megtaláltam. Gyere. Fú! Ez de jó volt, azt a mindenit. Gratulálok, kész vagy ezzel is. Vedd a lila festékkel, teleportálod, és irány, ijeszkodni. Na jó, barna, és már csak 1, 2, 3, 4, 5 feladat van. Igen. Barna szint ijászos, átkoros. Ijász Bob. Azt mondja, Ijász Bob. Szia, jól tudsz ijászkodni? Most kiderül, a ládában van egy íj az egyes pályákra, mint ahogy a a világos kéknél, csak azokat a nyilakat használhatod fel, amiknek a szín száma a neve. Például második szint, a második... Jó, ezt tuti nem fog teljesülni. A megmaradt régi nyilakat egy ládába kell majd tenni. Ha van végtelen varázslatú íjad... Ó, basszus, nem hoztam az íjamat. Ott van benne a ládába, Csabi. Igen, kaptunk másikat, de az nem tudom milyen íj volt. Lehet, hogy az végtelenes volt. A szintes szabályok a nyilakra nem érvényesek, és jó, sok szerencsét. Nem. Csabi, ne pazarold el, annyi az összes ívesző. Ívesző? Az mi? Biztos van olyan is. A maradékot mindig a sarokban lévő ládába tedd, de csak a végén. Oké. Okay. Tedd le a megmaradt nyilakat. Könnyű csille és az íjász vasút. Le kell... Ajaj! Na, hát ez sokáig... az de nice legalább skár. Ne röhög ki az... Jó. Jééé, összejött, yeah! Ezért jó egyedül játszani. Ah! Meg azért, mert hátul valaki nem ütöget. Megint kocsit kell lőni. És én lőjem le, hogy röhöghessé, vagy mi? Figyelj, és azokat lövöm le. Egyébként nekem tetszik ez a csillés megoldás, ilyet nem láttam még pályán. Igen, mert nem játszotta a fantasztikus kalandokkal. Majd fogok. Megvan. Yeah! Negyedik szint, találd meg a gombot, mi nélkül, láva nélkül. Jó, van egy rakás, ilyen, azzal nem lesz gond. Pff, adott effektet. Neked is? Nem, mert én el fogom ugrani. Ha! No! Szemét! Tip, ennél a szintén 20 fele teljesen az ügyet. Csak az a baj, nem látom, hová lövök. Hát ez így lehetetlen. Na! Mi az? Semmi. Nem láttam semmit. Ilyenkor ezek nem azt mondogatja, hogy az én videóm. A keleti, nyugati és déli pályaudvar. Ja, itt is tábla. Bocsi, a bal oldalat felkérd, meg persze a jobb oldalat is. Ha, és ezeket mind le kell lőni. Ó, ezek most vonatok? Szerintem, hát a vöröskőfákják biztos, vagy nem tudom mi az ott. Vöröskőfákják a vonatok. Vagy nem azt mondom, hanem hogy ott vannak ilyen villogó valami. Amúgy meg baromi jól néz ki. Így a távolban, hogy pislák volnak. Nekem tetszik, le is screenshotolom, mert ez jó. Ah. Na? Megvan mint. Jó, hát baksági. Sajnáltak, közöljük, hogy a vasút most nem üzemel. Jöjjenek vissza egy órával később, megértésüket köszönjük, Z... Z, Z... Ja, hogy ez valami sistergés volt, hogy mi. Ha szeretné, hogy élvezetes legyen ez a rész, tedd le a végtelen varázslatú íjjaid. Oké. Okay. Papas Hotel. Nézd, ők szállást és ételt adnak neked, viszont gonosznak néznek ki, minden drága, és az étel tolba kerül. Ugye tolba. Nem akarsz rossz besorolást a végén. Itt egy szoborulat, Csabi. Igen, így nézek, amikor fölkelek reggel. Ja, tökélethű. Te meg a másik. Kösz. Ó, meglőttem valamit, és elteleportáltam. Akkor viszont
Igen, akkor tegyél engem oda, légy szíves, mivel hogy... Amúgy várjál már, itt van 20 toll per darab, izé, ilyen gömbhal. Meg itt van egy másik izé is. Na jó. Hello. Hello, mi van? Oda teszel? Tessék. Vagy mit csinálsz? Hát, már. Itt a hal. Tessék, az kellett neked, csak nem olvasod el. Vagy nem nézted meg? Hát, nem tudtam, milyen sorrendbe kell menni, láttam egy meglőni való gombot, meglőttem és ez vezetett tovább. Ötlet Csabusától, ő is találta ki. Tök jó. Csak nem működik. Na? Azt lőttem meg, igen. Következő terem. Aha, mögötted van a gomb. És csak téged rakát. Egyébként ez a vakság effekt már elég idegesítő, ami rajtam van. Ja. Csabi, tegyél magadhoz, légy szíves, köszi. Nem akarok rombolni. Oké, okay, már is. Nem tudom már, mikor írtam be ezt a TP parancsot. Csabi nyúl Csabusa. Köszönöm szépen. Jaj. Most nincs rám nyílvessző. Na, ugye? Mondtam, hogy ne pazarékold el. Amúgy tessék, Csabi. Az 20 volt, így elvette teleportálásnál. Nem, vagy itt egy következő. Kaptam adtam neked. Nem úszott meg úgy sem. Nem, nálam volt. De hogy került hozzám, azt nem tudom. Na, megint tegyél oda. Köszi. Ez nem működik. Legközelebb melléd állok, amikor teleportálsz. Neked adja a nyilvesszőt. Nem, nálam nincs. Most egy deka sincs. Hát semmi, give. Ez már az utolsó, de mi... Ezt tényleg úgy csináltam, hogy elveszi a nyilvesszőt, ez kiüti a falat. Hát ha már lusta vagy oda tenni, akkor igen. Hát csak meg kellett volna nyomnod a gombot. De gyere, ás tovább. Jézus, ez mi? Gratulálok. Papa Hotel bezárt. Papas Hotel, Papa Hotel. Nincs két egyforma kép, figyeltem rá, fordulj meg, feladatot szerintem tudod. Nem. Nincs nyilvessző. Amúgy ja, nincs nyilvessző. Ja, van. Lőjjem ki. Meg egy bödör tej. Á, itt most már levehetnéd magadról a izét amúgy is. De most meg elteleportáltam. Nem baj, tegyél magadhoz. Nem köszi. Nem tudom, mi történik, csak ide-oda rángatnak. Tudom, hogy téged kell lőni. Ennyi. Nagyon velek egy tejjel. Na jó, itt van toll. Ajándéktól. Van itt egy gyémánt kard, végre lesz, mivel megölnöm téged, már ideje. 64 dinnye. Úristen, azt nézd meg! Némót a halat. Csabi, nézd meg, mi marad. Némó, úristen. Van itt szerelmi bányital. Ezeket téged megütni, jó. Ezt elteszem, mert a végén megiszod, aztán inkább mit is mondtál rá most, hogy így hal van nálam? Volt vett ilyen visszalökés, tudod, hogy visszasebzem, amit rám sebeznek, úgyhogy rá... Nem mondod, visszatett a izé varázsló vagy gombhoz. De tegyél már vissza, légy szíves. Köszi. Nem látlak még. Ugrok. Te látsz? Én látlak, aha. Vajjá, figyelj, mindjárt fogsz. Látsz? Aha, most látlak. Mekkora egy... Fú! Imádom ezt a halat. De... Mi ez? Ne üss meg, mert visszasebződik. Tudod, visszaveri a sebzést a hal. Van egy ilyen encsant. Úgyhogy végig ez lesz a kezemben. Azt mondja, meggyűlt a bajod a Papa Hotellel, Papas Hotellel. Minden esetre most is itt vannak pont megmenekültek. Bocsánatot szeretnének kérni. Hallgass meg, miért akarnak bocsánatot kérni? Hát te se tudod. Nem értem. Hallgass meg őket, majd a színnel és a többi cuccal menj vissza. Én is megyek. Csabi. Elolvastad teljesen? Itt egy könyv, ez is ott volt. Fű, íjász Bob. Itt van egy sírkő. Látom, jó íjász vagy, válasz egy ajándékot. De várjál kicsit, Csabi, nem volt sehol ilyen talizmán? Vagy kivettem volna? Hát ja, megvan. Ott kell lennie. Megvan. Kenta úr talizmán, csak egy ívesző. Megint ívesző. Basszus, mi az, hogy ívesz? Miért mondom mindig ezt? Kefete. Szintharcolós. Smaragd, dobd be smaragdot, nincs nálam smaragd, tűnés. Ez tetszik. Na? Legyen a feladat inkább fullasztó medence.
meg azt, hogy kikapcsolom az esőt. Zsákutca, nem szeretek harcolósat csinálni. De érted ezeket a táblákat? Nem, annyira nem. Meg mi az az oder? Mi az, hogy oder? Feladat, menj be, keresd meg a tintahalat és öld meg. Van egy, fú, mennyi tábla van még itt? Ha több zsákot ad, egy maradjon nálad. Utóirat, utóiratja, iratja. A kapott tinta zsák a fekete festék. Aha, szóval most a fekete festéket így szerezzük meg. Sarkokban néha levegő van. De csak mert nem szeretlek. Ja nem, de csak mert szeretlek, és nem öllek meg. Itt is van egy tábla. Ez egy rövidke feladat. Hála Istennek. De itt nincs tintahal. Valóban nincs. Csabi, megvan a tintahal. És nem dobott fekete zsákot. Hát ez nagyon érdekes van megcsinálva. Jó, csak kimásztam, de... A... Ne! Basszus! Stef, Csabi, tegyél vissza! Egyébként... Na? Na! Én is téged! Akkor most megint... Na ne csináld most már, ne lesz rossz ég! Ugyat róla vagy, visszakapott te ezt még, ne félj! Jó. Tegyél már föl! De itt zsákutca van, hová kell vinni azt a zsákot? Nincs is zsák, mert nem dobott semmit. De ha lenne, hová kéne vinni? Azt nem tudom. Tudod, mit csinálunk? Tintahalat le tudok tenni a szárazra? Na, nem hiszem. De... Aha, most adott. Á, jó van, megvan. Akkor szerintem most kell visszamennünk, nem? Vagy nem, balra, balra, erre. És csak ja, itt nem jártunk. Ja, ja. Ja, nem. Vagy igen? Na, valami? Itt az este csináló gomb, izgalmas könyvek, itt egy feledékenys... Itt egy a feledékenységről. Hú, na jó van, Csabi, hát nincs semmi. Nem volt most talizmán, vagy legalábbis én nem láttam. Ja, hát nem. Viszont van már egy csomó dinnyénk. Meg, ami nekem tetszik, szellemi bájital. Jó, már csak három van, gyere, már csak három. Úristen. Megittem a szellemi bájitalt. Gyere, menjünk innen. Jézus Mária. Na. Mindjárt olvasom. Feladat, itt vannak a láda két oldalán az összepárosítandó tárgyak. Tedd a baloldali tárgyakat abba a kidobóba, ami fölött ugyanaz a tárgy van. Hú, de nehéz. Majd a párját tedd bele ugyanabba a kidobóba. Nem közvetlenül kapcsolódnak a párok egymáshoz, tehát nem annyira egyszerű a feladat. Ne csináld azt, hogy berakod a tárgyat, majd minden jobboldali tárgyat végigpróbálsz a kidobóban. Ne üsd ki a tárgyakat az eszközkeretekből, remélem érthető a feladat, sok szerencsét. Oké, tehát meg kell keresni a párokat. Világos. Egy kicsit túlzárva vitte, nem kell volna ennyit. Igen, igen. Egyébként Csabi, ez a pálya szerintem simán bemehetne a... az egyperces kalandpályáid közé is. Több részbe. Az biztos. Ez a 100 részes egyperces pálya. Próbáljuk ki a csillaggal. Aha. Jó, az első három megvan. Szerintem ennyi, nem? Nem. Nem jelzi, hogy még beraktunk, és mi meg össze-vissza csináljuk. És akkor most jönne az, hogy nem mindegyik egyértelmű, például az Emerald, a falusi. A halálcsillagot is tettem, benyom. Vagy halálcsillagot? A halálcsillag. Itt én kiveszek most négyet, többi négyet tiéd. Jó, és akkor a papír akkor... az melyikhez passzolhat? Papír? Várjál, az egy dolog, de a kemence, ja, az mondjuk a szénhez szerintem. Szén, gondolom. A... koponya, ez a koponya, ez a lángrúdhoz, vagy mi ez őrlánghoz, szerintem. Hát mi milyen ügyesek vagyunk, hát mindent megoldunk elsőre. Igen, majdnem. Kibírod benne? Aha, toll. Meg van itt 9 könyv. Azt gondolom, tehát most bele nem? Nem. De nem, ne, nem fogok elolvasni 9 könyvet. Nem, ilyen sima, iratlan. Ja, ja. Ó, oh, és itt a vége. Mindenkit megölök. Ah, na ott egy... Na, van cipőm! Ha!
megmantollunk. Aztán nem vagy annyira pucér. Ó, szia, már nincs sok hátra, pontosan kettő, gyerünk, már itt sem vagyok. Várjál, szürke, minden kell. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. És nem működik, gyalog. Ó. Olvasás, után fordulj meg. Hát egy lasszó, 64. A feladat a bányai kikötése, viszont mindegyiket a saját kerítéséhez kell kikötnöd. Vagy Feri, vagy a Feris táblás kerítéshez kell kikötnöd, míg Petit nem kötheted ki Feri kerítéséhez. Feri és Peti valójában nincs. Köszönjük. Ez csak óvodosan van. Na ne. És akkor menj, ha mindenkivel kész vagy. Most komolyan elkezdjük kikötögetni őket. Aha, itt egy tejfölbárány, gyere. Csináljuk meg! Oké. Oké. Okay. Tejföl kikötve. Jó, elolvasom a neveket, arra még hajlandó vagyok, de hát... Sok. Túl sok. Sok. Kevesebbel jó lett volna, de ez túl sok. Igen, ez így van. Gyakor, tejföl, kejföl. Flutjersi, Applejack, Aranysárga, Pinkie Pie, Dere, Activia, De, Olaf, Milky, Way, Mutyi, Derere, már kettő van, Heromine, nem, Hermione, Kocsita, Henkipóni, Shakira, Derere, Papucs, Rainbow Dash, Derere, Túró, Rudy, Derere, Sajt, nem ő volt, Luna, Harry, nem, Happy, Derpy, Szapka, Bari, Derere, Rarity, nem mondod komolyan, hogy ezt a rengeteg bárányt egyesével ki kellene kötnünk. És Csabi, most gondolj bele, hogy ezt egyedül kellett volna játszani, és mondjuk nem segítenék. És meg is csinálnád. Hát én egyedül még egyet foglalkoztam volna vele. Tudod mit? Szerintem senki sem fog megharagudni ránk azért, hogy ezt nem csináljuk végig, mert azért ez már tényleg sok. Hát ezt ember nincs, aki megcsinálja, viszont ott egy könyv, olvasd el. Tudom, hogy szeretsz olvasni. Imádok. Szerintem ezekre a rossz csont bárányokra már ráfér az összeterelés. Na de már csak egy feladat van hátra. Ó, most, hogy mondod, van egy tök jó alam. Segítek a bárányoknak. Na, hát, te jó gonosz vagy. Ez jó esett. Szegény. Most azt tudod, hogy kinyitod. Ez volt a legjobb. Épp akartam mondani, azt tudod, hogy kinyitod a videósokat, erre megölsz engem is. Csabi nyújt levágta Csabus ezzel, Némo. Atomüvel tap Némo. Na jó, akkor világos szürke vesték oda. Jó, na és az utolsó, fehér. Fehér szint hegymászás. Úgy olvasom, hogy hagymászás. Te, azért, mert hagymás bab, mi? Azért, mert mindenhol hagymás. Szeretem a hagymás babat. Feladat a ládában. Feladatot keresd meg a megfelelő kiindulási pontot és juss fel a hegy tetejére. Közben mellékfeladatokat, amik nem olyan mellékek, hiszen nélkülök nem tudsz felérni a tetejére, ahogy imádlak. Kell megoldanod, sok sikert. Na, ez viszont tetszik nekem, na. Mert ez kicsit ilyen gondolkozósabb, meg próbálgatósabb, kicsit ilyen Tomb Raider-es. Meg is föl is jöttem egyébként, Csabi. Úgyhogy ennyi. Én is, itt vagyok. Jó, van, te biztos flyoltál, szuti. Nem is. Na tessék, van egy csomó tölgyfa, meg két könyv, meg felhasználható nyuszi. Ja, hogy magasugrás. Elvettem egyet. Gondolom csak egy volt, nem? Nem, három. Nem, kettőt, három? Kettőt neked hagytam. Ó, és van. Hello, én vagyok itt, a favágó, csak hogy eltűnt a baltám, úgy tudom, a lenti barlangba vitte el a gonosz testvérem, a hegyi gonosz. A helyi, nem hegyi. Hegyi. Tudod, itt mindenkinek van szerepe. Arra kérek téged, hozzá nekem a baltámat, jutalmat, adok neked valamit, amivel tovább juthatsz. Az italt nevet, ja, hát megoldottuk a rejtvényt, nagyon gyorsak vagyunk. Csak egyet vegyél ki a potik közül. Jó. Nagyon ügyesek vagyunk. Okos. Igen. És csak két blokkot ugrok. Á, az kevés. Aha. Ja, kevés. Akkor viszont nem erre kéne jönni. Ja, mert ott... Basszus! Okay. Nem, nem! Na, tudtam. Na, jó van, Csabinyó. Oké. Okay. Köszi. Jambus poti 2. Ez az kéne. Aha, ez már magasugrás 3. Jó, hát nézd! 25 millió unalmas kvíz, és 2 érdekes feladat. Mondjuk ez tényleg jó, tehát ez még nekem is tetszik, olyan kis aranyos. Viszont
akkor... Na Csabi? Hát, mint én. Mindenhol túl hát, magasan van. Ja, itt is, ahol én próbálkozok. Bocsi, kiütöttem egy hódömböt. Ügyes. Én voltam olyan szerencsés, hogy vízeset ütöttem ki. Nem, vagy én felúszok. És ez is vízes, nem hiszem el. Az is. Mindenhol. Amúgy itt, itt van, én már itt vagyok. Mondjuk nem is tépészetnél. Ups. Találd meg a... Nem tudom, eltakarja az oroszlán. Tegyél vissza azonnal! Kösz. Azért nem ütlek meg, mert... Találd meg a kulcsot és gyere vissza, azt felejtsd el. Ször, propó, háza, propó, Isten hozott. Mi van? Milyen kulcsot? Figyelj! Ájjajajajaj, itt egy hóemberke. Propó, popó, ropó. Propó, hello sir, propó vagyok, miszél fújt erre? Egy fehér színű festéket keresek egy festőnek, engem bízott meg a feladattal, hogy visszaszerezzem neki. Tudja, hol találhatok? Itt csontport. Propó, hí! Csontport, keresel? Csak a legendás csontváz legyőzésével tudsz itt szerezni, megtalálod őt a hegy tetején, de ahhoz még kell valami, ami nekem van. De jó, ide tudja adni ezt a dolgot? Persze, ha készítesz nekem egy pótkart, elveszítettem. Sose lesz vége ennek a pályának, Csabi. Több mint 2 órája játsszuk, azt tudod, ugye? Jaj, ne, ne mondd. Még van egy oldal ebből a könyvben. Ha csak ennyi kell, menj le a fákhoz, a pia, persze. Vágj ki egy fablokkot és készíts belőle egy botot. A maradékot megtarthatod, a botot rakd a ládájába, majd vedd ki a jutalom nevű tárgyat, amit persze fel is használhatsz. Én megyek, lefekszem, kész, nem bírom. Hát ez... Oké. Okay. Hát nem fogsz úgy kimenni. Elment a pósra. Az, itt van egy izé, hallod? Na. Szabadság. Hoppá, én már kinn is vagyok. Menjél, mert nekem elmondta a pósni a tessék, itt van, dobtam egy üveggel. Nem veszed fel? Hová dobtad? Ja, ott van. A másik oldalra. Tessék itt meg. Most előveszem a halat. Ne, menj haladdal. Sose féltél még ennyire egy haltól, mi? Na, haladjál. És most? Hát most ennyi, Csabikám. Bal, itt egy nyomólap, hallod? Meg minden. Meg egy láda. Nem tudok felvenni. Itt a fagyi talizmán. Képézd rám. Na, a csitát. Ez mi? Ráugrottam a gombra és elteleportáltál. Nem baj, majd gyere utánam, csak szedd ki a izéket, a fagyit. Ja, megvan a fagyi talizmán, igen. És... Ez a csontváz. Hú, de félelmetes. Én is megijedtem. Na, csontváz, mit mondasz még? Mit tudsz még mondani? Vágyá, vágyá! Engem nem győzze senki, muhaha. Igazán? Karddal a kezedben üss szét az egész testet. Karddal a kezedben üss szét az egész testét. Egy gyémánt blokkot karddal? Na, ne. A cuccokat az eszköz kerettel és a kardokkal, ami benne volt együtt, tedd vele a ládába. És komolyan... Basszus, egy év. Majd fölgyorsítod. Te most megütsz, Csabi. Te fogod, itt hagylak. Nem, azt sem fogom a halat és eléd állok. Menjél. Na mit szólsz? Menj már innen. Tényleg nagy hol vagy. Na ne! Na ne! Vidd már innen a szeretkét. Amúgy megnézd csak, ott van a kard benne abban a izében. Hát ha valami olyan enchant van rajta, bár az. Menj már innen, te nevér. Aha, mondom én. Ja, bocs. Ennyi. Benne van a fehér, meg a toll, az a te dolgod, és aztán mehetünk vissza a kezdőhelyre. Na go. Ezt így teleportált. Csabi! Lehet, hogy vége lesz a pályának, vagy most van a második fele. De várjál, Csabi, a barna festéket most már úgyis mindegy. Tedd már bele, mert az viszont hiányzik, és szerintem... Milyen barna festéket? Kakaóbabot, mert ugye az hiányzik, mert ugye azt ott hagytuk. De nincs nálam ez az.
Hát azért mondom, hogy givej. Jó. Itt a banna is. És semmi nem történik. Nem, látom, nincs a láda körül sem. Mondjuk persze, hogy elgenerátor lehet attól még. Nézd csak, Csabi. Hm? Találtál? Á, még pontok. Eldugva. A többi nem látok. Jó, szerintem ennyi. Megszereztük neki a festékeket. Happy end. De hát semmi elbúcsúzó szöveg, vagy valami. Úgy látszik, tudom, nincs. Köszönöm, hogy kicsarod a pályán. Úgy látszik, semmi. Ez egy több mint 2 órás videó, na most ezt neked megvágni, az minimum 3-4 óra lesz, mármint csak azt nézed, hogy melyik részekkel és melyik nem. Nem bosszantani akarom, de ez tény, és örülök neki, hogy nem nekem kell ezzel foglalkozni. Na, hol az a halvárja? Jó, most mondanám azt, hogy a Fantasztikus Kalandok 2 az ennél sokkal hosszabb, de azon nem ilyen feladatok vannak. Igen, az volt a baj egyébként ezzel a pályával, ha így mondhatok véleményt, hogy nagyon-nagyon sok feladat igazából ugyanaz volt, csak kicsikét más variációban. Tehát például nagyon sokszor volt teszt, nagyon sokszor volt ilyen. Egyébként nem volt olyan túl sokszor, de azért a parkour is azért ismétlődött talán 2-szer vagy 3-szor volt, ugye? Ja, sok volt lábás. Na igen, igen, szóval elég sok dolog ismétlődött, meg egyébként meg voltak benne jó ötletek, például ez a hegymászás itt a végén, ez nekem tetszett, még akkor is, ha nem volt teljesen egyértelmű. Ugye a vége fele, valamint a csúcs fele, meg ugye ott volt az a rész, amikor, melyik volt? Ja, az a sütögetős. Sütés, amikor, igen. Igen, igen, az nagyon tetszett, az tök jó volt, tényleg. És egyébként meg szerintem, én azt mondom, hogy amúgy meg lehet látni, hogy nagyon sokat dolgozhattál ezzel a pályával. Tehát ha csak abból indulunk ki, hogy mi több mint 2 órán keresztül játszottuk, akkor ez neked nagyon-nagyon sok napotba telhetett valószínűleg, mind megcsinálni, bár nem tudom, le lett-e tesztelve, mert némelyik résznél úgy éreztem, hogy nem. De egyébként, hogy mondjam, rövidebbre kellett volna venni a pályát. Mondjuk, ha nem 4-szer lett volna mondjuk kvíz, ez csak egy példa, hanem csak 1-szer, már is jóval rövidebb és talán élvezhetőbb lett volna, mert végre nagyon elfáradtam, én legalábbis. Hát nekem ez a véleményem a pályáról. Úgyhogy így nagyjából ennyi. Persze, nekem is nagyjából ez nagyon sok volt ez a kvíz. Ugyanolyan feladatok. Miért jó ez? Nem teszi azt érdekesebbé, hogy más a kérdés, hogy másfajta. Annyira sokszor van kvíz, hogy nem. Az kevés, hogy a kérdéssel próbálunk poénkodni. Van, ami több kell hozzá. És ezzel nem volt. Még azt sem tudta fel, hogy bocsánat, hogy beleszólok, hogy más videósok nevét tetted a bárányoknak, mert ugye azt én észrevettem, hogy azért volt James MC Birka is. meg ugye a kérdéseknél is őket használtad, szóval ettől se lett azért jobb egyáltalán. Igen, azzal nyomunk kellett volna menni, hogy most akkor minden fajtával egy van, és akkor a quizt azt még megemésztjük, vagy tényleg maradhat ennyi, de akkor mindegyik más legyen, valami új. A másik probléma az volt, hogyha volt is új, például a kötögetős, tudod, a párosítós, akkor meg túl nagy volt, vagy a bárány összekötögetős. Igen, igen. Túl nagy. Igen, ugye el lettek túlozva a feladatok igazából. Tehát mindenből a fele kellett volna nagyjából, vagy talán még annál is kevesebb, és akkor ki lehetett volna hozni egy ilyen fél órás pályát belőle, de akkor viszont nem lett volna unalmas. Tehát, mert ugye nem ismétlődtek volna a feladatok. Úgyhogy nagyjából ennyi. Amit még én nem Csabi elmondanék, az nekem tetszik külön, hogy a színekkel dolgoztál a pályán, mert szép színes lett tőle és legalább, hát azt nem mondom, hogy dizájnra olyan nagy dizájn, de legalább úgy színes tarkabarka lett, és ez talán picikét hangulatosabbá tette úgy a hangulatot. Na, szóval, tehát így ennyi igazából. Én eleve szeretem az ilyen szép színeket, úgyhogy nekem ez a része is tetszett, de úgy egyébként a többi az sajnos így volt, ahogy elmondtam. Úgyhogy nekem ennyi. Jó. Hát tehát ez volt Szabka pályája, a Mi volt a címe? Festő? Mindjárt mondom. Művészi problémák. Így van. Művészi problémák. Sziasztok. Nem, Devia vagyok. A kézikönyv hobbion. Iratkozzatok fel Csabinyóra, és írjátok minden videója alá az, hogy hagymásbab. Töményes hagymásbab. Na, én nagyon szépen köszönöm a meghívást, Csabi. Örülök neki, hogy együtt játszhattunk. Remélem, hogy legközelebb is lesz ilyen. Majd valamikor a közeljövőben. Igen, de akkor legalább 2-szer ilyen hosszú pályát. Igen. És olyat, ahol Csabus nem tud trollkodni, velem úgy végig trollkodta az egészet, csak úgy megsugom. Hogy érdekes legyen, ne unatkozzál annyira. Tudom, hogy fáradt vagy. Fönntartsam az érdeklődést. Ó, az megvolt.
Jókat rögtem rajta. Jó. Jó, nem, tényleg, akkor köszönjük Csabinyónak is, hogy itt szerepelt. Szia Csabinyó! Na, tudtam! Hú, te! Na, sziasztok! Kézikönyv óvja!